Sziasztok! Ebben a videóban a tegnapi informatikai ismeretek tárgyból szervezett próbaérettségi feladat sorát fogom egy kicsit boncolgatni, de nem teljesen, elsősorban inkább a hálózati részét. Ezt a feladatsort lelkes pedagógus kollégák készítették, mégpedig ők, ezt már tavaly is eljátszották, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium tanárai, hogy készítettek egy minta feladatsort, hogy mire is számíthatunk, vagy igazából, hogy lemérjük a diákok tudását. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy nekik van közük így a feladatlap készítéshez is, tehát úgymond tudják, hogy miről beszélnek. Ezt arra is alapozom, hogy ugye ők készítették, de nagyban segítette őket a informatika, vagy infótanár-mentor program, és ugye nem csak őket segíti, hanem minden infótanárt, ezért külön köszönet nekik is, valamint nyilván a készítő tanároknak is, és elkészítettek ők egy ilyen próbaérettségit, ami igazából, hát van olyan szintű, olyan jól kidolgozott, olyan jól felépített, mint egy érettségi feladatsor, tehát egy tökéletes gyakorló feladat. És nem elég, hogy ezt elkészítették, de online tanórákat is tartottak. A tegnapi nap folyamán 10 órától, ha jól rémlik, 1 óráig kb. És ott megoldották ezeket a feladatokat. Na és erről remélhetőleg azért értesültetek, hogy a tanáraitok kiküldték nektek a linket. Én a saját diákjaimnak elküldtem, én is bele-bele nézegettem, de nekem voltak ott más óráim is, így nem tudtam teljesen nyomon követni, de a feladatsort azt mindenképpen meg szerettem volna itt említeni, és el fogom készíteni én is ennek a megoldását majd, valamint ugye ők is elkészítették, az a videó majd elérhető lesz, tehát majd keressetek rá, és szeretnék erre reflektálni, hogy néhány új dolog azért belekerült. Ugye ez nem egy hivatalos érettségi fájl, de azért észrevehetjük azt, hogy az érettségiben is évről évre egyre több minden belekerül, akár olyan dolgok is, amelyekre nem gondoltunk, vagy éppen gondoltunk, meg tudjuk, hogy hát igazából tanítani kellene, de valahogy a diákok hozzáállása, a felhozatal, az idő, a rendelkezésre álló idő, a képességeikhez mérten, valamint most ez a járványhelyzet is, az online oktatás, hát ugye nem biztos, hogy ezt preferálják. Tehát, hogy mindenre kiterjedjünk. És lehet, hogy néhány diáknál annak is örülünk, hogy be tudja állítani úgymond az interfészek IP címeit, és nem pedig mélyreható ismereteket követelünk inkább, hanem hogy ezek az alapok menjenek. Na de, ez a feladatsor, ez nagyon jól rávilágít arra, hogy egy egyszerű problémákból álló feladatsor is lehet komplex. Tehát ez a hálózati ismeretek, ez kimondottan úgymond, majd, hogy nem azt mondanám, hogy nehéz, az eddigiekhez képest. Miért is? Megjelenik benne az alhálózatokra bontás. Tehát maga a feladatsor igazából ugyanúgy kezdődik, fel kell pakolni az eszközöket, címeket beállítani, de már itt jön, hogy nekünk egy hálózatot két alhálózatra kell bontanunk. Ez eddig igazából csak emelt érettségin került elő, vagy én ott láttam ilyet, de nyilván lehet, hogy ez nem is lesz majd érettségin igazából, csak egy próbaérettség ugye mindig nehezebb feladatokból áll, de igazából jó erre is felkészülni, amit itt mutatnak nekünk. Ez azt jelenti, hogy itt van ez a hálózat, és ezt neked két alhálózatra kell bontanod. Van egy olyan, hogy 75 PC, és van egy olyan alhálózat, ahol 25 PC-ben kell gondolkozni. Tehát itt már az alhálózati maszkkal egy kicsit játszani kell. Következő, amelyik ugye szokatlanabb megoldás volt, hát itt az OSPF-nél is azért ilyenek sem voltak még benne, az eddigi érettségiknél, de ez ugye nem egy nagy dolog, ezeket beállítani.
valamint ugye az interfészeket korlátozni. Ezek nem voltak, ezek nem olyan nagy dolgok, viszont ami még újdonság, az pedig, hogy a DHCP kiszolgálót, a DHCP kiszolgáló egy forgalomirányítón van, és több hálózatba is ő fog osztani. Olyan hálózatba is, amely közvetlenül nem csatlakozik a forgalomirányítóhoz. Itt is írja, tehát itt ez, engedélyezni kell, hogy a DHCP szórási üzenetek át legyenek engedve. Ez most itt úgy néz ki a feladatban, hogy ide is neked kell DHCP-vel címet kiosztani róla. Tehát a Nóra fogja osztani ide. És látod, ez a hálózat közvetlenül nem csatlakozik a Nórához, tehát neki ezen a Flórán keresztül kell mennie, és úgy eljutni a Nórához. És ezt kell valahogy megoldani. Tehát ez is ugye a... Nem biztos, hogy mindenki vette ezt, DHCP Relay Agent-öket, vagy ugye, hogy igazából elméletből kellett venni, hogy hogyan is épül ez fel ez az egész üzenetszórási címeket, ugye, hogy ez blokkolja, és a többi. De nem biztos, hogy erre kitértek, mert ugye ilyenre még nem volt példa, hogy így beállítsák, hogy na igen, akkor azért a DHCP kéréseket küldjük már el valamerre. Úgyhogy itt hálózatnál ezek voltak azok, amik így hirtelen feltűntek, hogy ezek ilyen új dolgok, és én erről majd fogok is videót készíteni, hogy akkor erről is legyen egy ilyen kis tudásanyagunk, és ha benne lesz az érettségiben, benne lesz, ha nem lesz benne, akkor pedig többet tudunk. Ezekkel az észrevételekkel egyébként egyáltalán nem a feladatsort akarom negatívabb színben feltüntetni, ez egy nagyon jó feladatsor, nekem tetszik, nehezebb a korábbiakhoz képest, de ugye ahogy az érettségi feladatokhoz képest, de ahogy mondtam, ugye próba érettségi, ott kicsit mindig fölé érdemes célozni. És hát ugye valószínűleg ez az iskola nem küzd olyan problémákkal, vagy hát lehet az ő szemükben küzdenek, de olyan problémákkal, hogy teljesen motiválatlan diákok serege rohamozza őket. Jó. Ezek pedig ugye azért már ismerős feladatok. A natolás benne van, ugye ez volt már korábbi feladatoknál is, natolni kellett, natolni lehetett. Erről nincs mondjuk még videó, majd lehet erről is készítek egyet. Valamit ugye TFTP-re kell menteni. Tehát ebben jó sok minden benne van ebben a feladatban, ez egy nagyon-nagyon jó feladat, és rámutat néhány olyan új dologra, amit ugye lehet, hogy nem tanítottunk, nem úgy tanítottunk, és akkor érdemes arra még egy kis időt szánni, vagy akárhogy jövőre belefoglalni, ugye komolyabban a tananyagban nagyon több időt szánni rá. Ez volt ugye a hálózat. Programozásnál csak annyit emelnék ki, hogy ez is egy jó feladatsor, egy feladat, de látszik rajta, hogy ugye jogosan az objektumorientált szemlélet felé tereli nagyon-nagyon a népet. Hát ugye C-sharp meg a Java is ugye szándékosan, tehát ez egy OOP nyelv. És itt van benne egy olyan rész, hogy ugye kapunk egy osztályt, és bővítsük a játékos osztályt a megfelelő adatkódtagokkal annak érdekében, hogy az a feladatsor feladatban felsorolt adatok tárolására alkalmas legyen. Tehát itt már nekünk illik belepakolni változókat, vagy hát ugye mezőket, tulajdonságokat, tehát úgymond tényleg akkor OOP-n kezelni. Erről is majd csinálok egy videót. Úgyhogy elsősorban ezt a hálózatot szerettem volna így megemlíteni, mert ugye mindig a hálózat az, ahol azt mondjuk, hogy na, ott összeszedjük a 35-40 pontot, és akkor már úgymond onnantól kezdve már sinem vagyunk, nem kell aggódni, hogy probléma lesz, és összeszedjük a többi feladatból is a lehető legtöbb pontot, hogy akkor haladjunk a 3-as, 4-es, 5-ösök felé. De most azért itt is, legalábbis ebben a feladatsorban olyan feladatok vannak, amelyek nem biztos, hogy mennek mindenkinek. És azt mondtam, hogy részfeladatonként, tehát
ha darabra nézzük, nem nehéz egyik sem. Ezt is be lehet, meg lehet csinálni, meg lehet csinálni, meg lehet csinálni. De hogy az egészet úgy megértsd, ahhoz viszont tapasztalatra van szükség. Tehát, hogy 60 perc alatt ugye ránézel egy ilyenre, és akkor hóha, akkor ez itt az 50-es, ez a 20-as, ez itt ez, ez amaz. Tehát, hogy össze tud rakni egy komplet egészé ezt a sok kis feladatot, ahhoz viszont már kell rutin és jártasság. És hogyha akkor kezdesz el azon gondolkozni, hogy na, ú, ezt hogyan is kell, mit is kell, akkor már nem lesz rá időd. Tehát mindenképpen érdemes átnéznünk majd ezeket az újonnan bejövő dolgokat, ismereteket. A stream alatt egyébként elég sokan mondogatták, hogy ú, ez ismeretlen, ez is ismeretlen, az is ismeretlen, úgyhogy mindenképpen magunkban nézhetünk, pedagógusok és úgymond diákok is. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Még itt a végére, hogy én is meg fogom csinálni ezt a feladatsort. Ugye ők már megcsinálták, fent is lesz a YouTube-on, gondolom elérhető, lesz majd szépen megvágva. Nyilván nézzétek meg azt mindenképpen, úgymond az a hivatalos, az a jó megoldás. De én annak a híve vagyok, hogy egy dolgot el lehet mondani többféleképpen is, és igazából, ha rákerestek a YouTube-on megoldó videókra, tehát rengeteget találtok. Én is csináltam már itt két érettségi feladatsort, azt megtalálhatjátok másoknál is. És én arra buzdítok mindenkit, hogyha az én videómból valamit nem értettél, valami ott nem tetszett, nem úgy csináltátok, vagy nem volt világos, akkor nyugodtan menj el egy másik tanárnak a csatornájára, és nézd meg ott is azt a részt, valamint ha ott nem értettetek valamit, nézzétek meg az enyémet, tehát ez ilyen oda-vissza működik. Mi tanárok ebből nem fogunk meggazdagodni, nem youtuberek vagyunk, ezt nem azért csináljuk, hogy majd ebből valami bevétel lesz, meg hogy versenyezzünk egymással, hanem azért, hogy a diákoknak legyen valami segítség, valami, hogy hova tudjanak nyúlni, főleg ebben a mostani vírus helyzetben, hogy igazából másfél éve már otthonról tolják az ipart. És akkor hol lelkiismeretesen ugye készülnek órára tanárok, diákok egyaránt, hol csak az egyik, hol senki, én aláírom, minden van már itt a mai világban. Úgyhogy nyugodtan egy feladatot több csatornán és több tanár magyarázatában is nézzetek meg. Remélhetőleg nem fog titeket az jobban összezavarni, hanem inkább csak világosabbá teszi majd a témát. Na, köszönöm, hogy eddig eljutottatok, és akkor hajrá, gyakoroljatok sokat!